Jó napot kívánok, főorvos asszony, és a magam nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Egy nagyon friss bejelentéssel kezdem. A sajtótájékoztatókkal egy időben is zajlik a kormány ülése, ahol már megszülettek a döntések a Szentestéről. A kormány döntése értelmében Szentestére, tehát december 24-ről 25-én reggelig felfüggesztjük a kijárási tilalmat. Ahogy eddig is, ezután is a magárendezvények, a családi összejövetelek 10 fős korlátozását úgy kell érteni, hogy 10 főben nem számítanak bele a 14 év alatti gyermekek. A kormány mai ülésén döntött arról is, hogy ma éjfétől, azaz december 22-én 0 órától megtiltja az Egyesült Királyságból érkező személyforgalmú repülőjáratok leszállását is, beleértve az üzleti célú magánrepülőgépeket is. Az áruforgalom zavartalanul működik tovább. A friss kormány döntések után átadom a szót tiszti főorvos asszonynak. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A járványügyi adatokról néhány szót. Az elmúlt 24 órában 2141 fővel emelkedett a laboratóriumi vizsgálattal igazolt fertőzöttek száma. Látjuk azt, hogy bizonyos csökkenés tapasztalható most már néhány napja, tehát kijelenthetjük azt, hogy a járvány Magyarországon egyfajta platófázisba érkezett, sőt, némi csökkenés is észlelhető most már napok óta. Így az aktív fertőzöttek számában is javulást észlelünk. Az eddigi adatokhoz képest az elmúlt napon 3561 fővel csökkent az aktív fertőzöttek száma. Ezek az adatok egybevetve pozitív, biztató jellegűek, ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt, hogy továbbra is a kórházban kezelt koronavírusos betegeink száma még mindig 7000 felett van. 7097 főt ápolnak kórházainkban a mai napon, és 517-en még lélegeztetésre szorulnak. Tehát a járvány zajlik továbbra is. Örülünk annak, hogy a fertőződések száma bizonyos mértékig csökkenni látszik, de tudjuk azt, hogy a tendenciákat kell követnünk, és korai következtetéseket nem szabad levonni ebből. A laboratórium vizsgálataink már a 2,5 milliót meghaladták, amelynek egy része PCR vizsgálat, a másik pedig antigén gyors teszt vizsgálatból adódik. Sajnos 183 beteget az elmúlt napon elveszítettünk. Ismét vannak fiatalok is az elhunytak között, különösen is fájdalmas ez mindnyájunk számára, de leginkább a család számára. Így az elmúlt 24 órában is elveszítettünk egy 23 éves beteget, nagyon fiatal élet ő, azonban számos súlyos megbetegedésben szenvedett, és sajnos így a magas kockázati csoportba tartozott. Több alkalommal kerestük már meg Önöket, és beszéltünk arról, hogy milyen rendkívüli fontosságú a vakcina megléte, a hatékony, biztonságos oltóanyagnak az elérése. A mai napon ülésezik az Európai Gyógyszerügynökség, és azt reméljük, hogy döntés születik abban a kérdésben, hogy a már korábban említett vakcinát a Pfizer-BioNTech cégtől az Európai Unió is rendelkezésre bocsátja, kiadja az engedélyt, és ezzel együtt lehetővé teszi a tagországok számára az elérhetőségét. Bízunk abban, hogy még a mai napon
további közlemény is születhet ebben a témában, és amennyiben ez valóban a mai napon közzétételre kerül, néhány napon belül megkapjuk az engedélyt, és el tudjuk kezdeni a védőoltásoknak a beadását Magyarországon is. Erre felkészült az ország, elsőként, mint önök előtt is ismert, az egészségügyi dolgozók részére ajánljuk fel az oltakozás lehetőségét. Ők azok, akik a frontvonalban nagy számban igen nehéz feladatot teljesítenek, mindnyájunk érdekében, az egészségünk megőrzése, illetve annak a helyreállítása érdekében. Megkerestük a kórházakat annak érdekében, hogy ki tudják fejezni az igényüket az egészségügyi dolgozók az oltakozás iránt. Várjuk vissza most már ezeket a jelentkezéseket, hogy tudjunk arról, hogy mégis milyen igénnyel lépnek fel a dolgozóink. Szeretném azt, hogyha élnének ezzel a lehetőséggel, hiszen most egy hatékony és biztonságos vakcina fog rendelkezésünkre állni. Bizonyosat a tájékoztatóban mindenki fog kapni, de ehhez az alkalmazási előiratot meg kell várnunk. Ebben szerepelnek azok a pontos adatok, amelyek részletes tájékoztatást nyújtanak majd egyrészt az oltó orvos számára, az egészségügyi szolgáltató számára, de legfőképpen annak a részére, aki szeretne oltakozni. Benne lesznek ebben az előiratban, az alkalmazási előiratban azok az információk is, amelyek esetlegesen ellenjavalják az oltásnak a beadását. Mindenképpen egy részletes tájékoztatást követően tudnak dönteni arról az egészségügyi dolgozók, és mindenki más is majd a későbbiek során, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel. Látjuk, hogy nagyon erőteljesen bontakozik ki a járvány a szomszédos országokban. Nagyon sok országban erőteljes lezárást alkalmaznak ismételten a napokban, tehát mindenképpen számolnunk kell azzal, hogy ez a járvány sajnos még nem a közeljövőben fog véget érni. A vakcina, az oltóanyag megérkezése egy új szakaszt nyit majd a járvány kezelésében. Az első helyet, amit kijelöltünk a vakcina beadására, a Dél-Pesti Centrum Kórházban jelöltük ki, majd későbbiekben csatlakoznak hozzá azok a telephelyek is, amelyet 25 helyen jelöltünk ki. Korábban említettem már, hogy ennek a vakcinának a kezelése, a tárolása, a logisztikája egy nagyon nagy kihívás számunkra is, hiszen nem a megszokott tárolási és felhasználási körülményekkel kell számolnunk, hanem attól eltérő, de minden tárgyi feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket a védőoltásokat elkezdjük beadni. Az első szállítmányban tulajdonképpen egy jelképes mennyiség érkezik, ez közel 5000 fő vakcinálására lesz elég, majd 3 hét múlva az ő oltásukat meg kell ismételnünk ahhoz, hogy a teljes védettség, az immunitás kialakuljon. Ezt követően még az idén is várunk vakcinát, majd egy folyamatos beszállítással számolunk, és hogyha az egészségügyi dolgozóknak az igényeit kielégítettük, akkor fogunk haladni tovább a szociális intézmények dolgozói, ápoltjai, krónikus betegek és az oltási tervünknek megfelelően a különböző betegségcsoportokban szenvedők felé. Természetesen itt sorba jönnek mindazok,
akik a járvány kezelésében és egyáltalán az ország működésében, valamint a betegségüknél fogva magas kockázatúnak minősülnek, így folyamatosan egyre bővülő mértékben elérhető lesz az oltóanyag mindenki számára. Az oltóanyagokról, a vakcinákról már említést tettünk korábban, ezeknek a típusáról. Itt most néhány gondolatot csak arról, hogy nincsen olyan oltóanyag a világon, nem is volt soha, ami 100%-os védelmet ad. Természetesen az egyéni válasz, immunválasz is különböző lehet, mindnyájan egyediek vagyunk. Természetesen van egy biológiai hasonlóság, egy biológiai immunválasz, ami egyformán zajlik bennünk, de az egyéni reakció az változatos lehet. Úgyhogy minél többen oltakozunk, annál nagyobb védelmet fog élvezni nem csak az oltott személy, hanem a környezete is, hiszen tudjuk jól, hogy egy körülbelüli 60%-os vagy annál nagyobb, magasabb mértékű átoltottság esetén jelentősen lassítani tudjuk a járványt. Örülök neki, hogy ebbe a fázisba érkeztünk, hiszen nagyon régóta várjuk már a hatékony oltóanyagot. Azt is tudjuk, sok információnk van már az oltóanyagról, hiszen több országban elkezdték a védőoltásokat, ott a nemzeti hatóságok különböző leíratokat bocsájtottak ki. Azonban mindenképpen az Európai Unió tagállamaiban az Európai Gyógyszerügynökség által kiadott alkalmazási előíratot fogjuk irányadónak tekinteni. Felhívom a figyelmét mindenkinek arra, hogy a védettség állapota az jelen tudásunk szerint a második oltást követő körülbelül egy hét múlva alakul ki. Ettől függetlenül, hogy mi magunk, tehát az oltott személy védetté válik, a járványhelyzet még változatlanul fennáll, tehát a járványügyi éberséget fokozottan és változatlanul fenn kell tartanunk. És miért is mondom azt, hogy fokozottan? Hiszen látjuk azt, hogy hosszú ideje védekezünk, és a mai kormánydöntés értelmében a Szentestének bizonyos fokú figyelembe vételével, egyfajta respektálásával erre az egy éjszakára a kijárási tilalmat felfüggeszti a kormányzat. Ugyanakkor ne tegyen minket ez az éjszaka, ez az egy nap szabadossá. Nagyon kérem, hogy vigyázzunk továbbra is egymásra. Ez nem jelent lazítást, ez egy lehetőséget jelent, amivel élnünk kell, úgy, hogy a biztonságot megtartsuk. Kérem továbbra is, hogy a családok gondolják át, és nagyon köszönöm, sok visszajelzést kaptam abban a tekintetben is, hogy megtudták az információink alapján ítélni tulajdonképpen a családnak a helyzetét. Ez máskor is igaz. Gyakorlatilag nem kell pandémiának lenni, ha egy fertőző beteg van a családban, az természetes, hogy őt elkülönítjük, ilyenkor nem megyünk a közelébe, nem tartunk rokonlátogatásokat. Kérem az átgondolást, a mértékletességet, és a családon belül is gondolják át, hogy vigyáznunk kell továbbra is a súlyos, többfajta megbetegedéssel szenvedőkre, a nagyszülőkre, szülőkre, akik változatlanul magas kockázati csoportba tartoznak. Több hír jelent meg
a különböző média felületeken, hogy egy új mutáns vírus jelent meg az új koronavírus vonatkozásában. Éppen ezért zártak a különböző tagállamok és különböző országok is, hiszen ez az új mutáns vírus Nagy-Britannia déli részében jelent meg elsősorban, és ennek megfelelően Magyarország kormánya is úgy döntött, hogy Nagy-Britanniából a repülőutakat felfüggeszti. Ez érvényes az üzleti utakra is. Folyamatosan figyeljük, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusai a vírusnak a változásait. Az, hogy mutálódik, hogy változik a vírus, ez nem egy új információ, ezt tudjuk, ez ennek a vírusnak természete. Amelyeket idáig vizsgáltunk, egészen tavasztól mostanáig, nem tapasztaltunk és nem detektáltunk ilyen mutáns változatot, ami most Nagy-Britanniában megjelent. Ezért nagyon jó és követendő az a döntés, hogy próbáljuk meg megelőzni ennek a behurcolását, és ezért is született meg ez a döntés. Én azt gondolom, hogy a továbbiakban is azzal, hogy követjük a vírus változásait, egy olyan figyelőrendszert működtetünk, ami idejekorán észleli a változásokat. Azt is leírták a kutatók, hogy egyelőre ez a vírusvariáns a kifejlesztett oltóanyagoknak a hatásosságát nem befolyásolja. Bízunk abban, hogy ez így is marad. Tehát az oltóanyag hatékony lesz ezen új variánsok ellen is, a jelenlegi tudásunk szerint. Mindenképpen buzdítok arra mindenkit, hogy éljen a védőoltás lehetőségével, ezzel védi magát, védi a környezetét, és talán egy jelentős lépést teszünk a pandémia kivezetéséből, valahonnan a kitörésből, most már ami ilyen hosszú ideje megüli az egész világot. A másik kérésem az, és ezért is vezetjük be ezeket az intézkedéseket, hogy ne tekintsék lazításnak azokat a rendelkezéseket, amelyek ma megszülettek. Ez egy lehetőség, amivel én kérem, hogy éljenek, ha tudnak, gondolják át jó alaposan, mielőtt döntéseket hoznak, és semmiképpen ne sarkaljon minket arra, hogy lazítsunk, mert a járvány változatlanul zajlik, és 25-től természetesen ugyanazok a szabályok maradnak fenn, ami a kijárási tilalmat is illeti. Köszönöm szépen a figyelmüket. Főorvosasszony, köszönjük szépen. Most nézzük a hétvége rendőri intézkedés adatait. Az elmúlt hétvégén összesen a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 770 személlyel szemben intézkedtek rendőreink, így összesen 14.888-ra emelkedett a rendőrintézkedések száma a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. 700 személlyel szemben intézkedtünk a hétvégén, mert a 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település területén az önkormányzati rendelekben elrendelt maszkviselési kötelezettségnek nem tettek eleget. A tömegközlekedési eszközön, illetve a tömegközlekedési eszközök várakozó helyén 8 személlyel szemben, a kereskedelmi üzletekben, illetve a bevásárló központok területén 62 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt. A kereskedelmi üzletekre, a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, valamint a szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozó rendelkezések megszegése ügyében összesen a hétvégén 627 rendőri intézkedést hajtottunk végre. 168 rendőri intézkedés volt
ami az üzemeltető, illetve a tulajdonosnak a felelőssége volt, megállapítható 459 rendőrintézkedés pedig a nyitvatartás tilalmára, illetve a bentartózkodás tilalmára vonatkozik. Az elmúlt hétvégén rendőreink közigazgatási hatósági intézkedésként összesen egy esetben döntöttek egy vendéglátóhely üzlet ideiglenes bezárása mellett, így összesen a jogszabály hatályba lépése óta 101 ilyen ideiglenes intézkedést hoztunk. December 18-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságon szolgáltató teljesítő rendőreink hatósági ellenőrzés keretén belül Tiszadok településen az egyik gazdaboltot ellenőrizték, ez már egy többszöri ellenőrzésnek az eredménye volt, ahol az üzlet tulajdonosa egyik alkalommal sem viselte a maszkot, ezért az üzlet 7 napos ideiglenes bezárásáról hoztunk döntést. Most nézzük a hétvége kijárási tilalomával kapcsolatos adatainkat. Az elmúlt hétvégén összesen 1400 személlyel szemben intézkedtek rendőreink a kijárási tilalom, illetve a közterületi magatartási szabályok figyelmen kívül hagyása miatt. 1322 személy volt, aki ténylegesen megszegte a kijárási tilalmat, illetve 78 személy a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt szegte meg. Így összességében 15.436 rendőrintézkedést hajtottunk végre a november 4-i kijárási korlátozás, valamint a jogutódja a november 10-én 24 órakor elrendelt kijárási tilalom ellenőrzése óta. Az elmúlt hétvégén 471 rendőrintézkedést hajtottunk végre a koridorokon, így összességében a beutazási korlátozásokról szóló kormányrendelet szeptember 1-i hatályba lépése óta 8270 volt a rendőrintézkedések száma a Magyarországon személyforgalomban történő tranzitálási szabályoknak a megszegése ügyében. És a hétvége hatósági házi karanténadatai: 49.015 helyszíni ellenőrzést végeztek rendőreink. Az elrendelt hatósági házi karanténok száma a hétvégén 13.081, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 32.486-os. A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető informatikai alkalmazással regisztrált felhasználók köre mai napon 3.951. És a végére a büntetőeljárás adatok. A tavasz óta koronavírus járványon összefüggésben elrendelt büntetőeljárásaink száma 505. Ezekben a büntetőeljárásokban eddig 99 fő gyanúsítottat hallgattunk ki. Jó, köszönöm szépen a figyelmüket.